A Pécsi Református Kollégium óvodája fennállásának 12 éves évfordulója alkalmából tartott hálaadó ünnepséget. A rendezvényen részt vett Hoppá Péter, kulturális államtitkár, a Baranyai Református Egyházmegye igazgatótanácsának elnöke. Mint elmondta, 10 milliós nagyságrendű az a forrás, mely évek alatt jutott az intézményhez, és fokozatosan tudott ebből megújulni a 2009-ben még romos és statikailag veszélyesnek ítélt intézmény. Az elmúlt évtized az csodákat hozott, mert az óvoda iránti kereset nagyon-nagyon megnőtt. Most már óriási válogatás van, szinte csak a testvéreket és szinte csak a református kerességben rendelkező vagy abban részesült gyermekeket tudja fogadni az óvi, és ez termeli be a gyermekeket, aztán az általános iskolába, a református általános iskolába, ami szintén az egyik legjobb hírű a megyében, és aztán mehetnek tovább a gyermekek a méltán jó eredményeket maga mögé dolgozott református gimnáziumban. A hálaadás részeként hivatalosan is átadták a felújított és korszerű kültéri játékokkal berendezett udvart, melynek szalagátvágása után kérdeztük Őri Lászlót, a Baranya megyei önkormányzat elnökét, hogyan értékeli az óvoda elmúlt 12 évét. Elmondta, hogy a magyar kormány egy nagy keretösszegű óvoda és bölcsödefejlesztési támogatást indított meg, melyre egyházak is pályázhattak. Ezt egészítette ki az önkormányzat, vagyis maga Őri László, akkori alpolgármester anyagi segítsége. Így azt mondhatjuk, hogy egy összefogás eredményeként, egy közösség összefogásának eredményeként valóban most a teljes udvar megújulhatott, és én azt gondolom, hogy ez az építkezés is, még inkább az azzal együtt járó nehézségek is megerősítették ezt a közösséget, a Pécsi Református Óvoda közösségét. Gyermekek és óvónők részvételével énekes, táncos bemutatóval zárult az ünnepség. Itt van!